Bravúros sikerrel kezdte meg szereplését a Mezőkövesdi KC felnőtt csapata az Alsóházban. Együttesünk Gyöngyösről remek második félidei teljesítményével hozta el a bajnoki pontokat. Az alsóházi rájátszás nyitányaként szomszédvári presztízsmeccset játszottak Skalicki László tanítványai március 18-án. A házigazdák az elmúlt időszakban jó formába lendültek, és mindössze 2 ponttal maradtak le a felsőházról, így nehéz összecsapás várt együttesünkre. A találkozó elején jobbára felváltva potyogtak a gólok, kiegyenlített mérkőzést láthattak a szurkolók. Kézilabdázóink Benis betörésből szerzett góljával 7-5-re vezettek a 12. percben, viszont a 20. percben 9-8-nál már a hazaiaknál volt az előny. Debre Viktor gárdája a játékrész hajrájában elkapta a fonalat, az MKC nem tudta tartani a vendéglátókat, akik a szünetre megnyugtató 16-11-es előnyt szereztek. Fordulás után szinte egy teljesen új mérkőzés kezdődött, csapatunk lendületesen és pontosan kézilabdázott. A gyöngyösi rövid zárlat hosszúra nyúlt, az első gólt csak a 41. percben lőtték, ekkor már 17-17 állt az eredményjelzőn. A folytatásban rövid ideig együtt haladtak a csapatok, viszont a hajrában az MKC a maga javára fordította a találkozót. Csapatunk a szünet után mindössze 6 gólt engedélyezett a vendéglátóknak, és teljesen megérdemelt sikert ért el Gyöngyösön. A mérkőzésen Holló Balázs, együttesünk kapusa, a remek védések mellett az ellenfél kapujába is betalált. Az eredmény B. Braun Gyöngyös, Mezőkövesdi KC, 22-24. Vagy az első fél időben jól játszottunk, én úgy gondolom az elején, álmosan kezdtünk, mint támadásban, mint védekezésben, azt ottan fölpörögtünk, összeállt a védekezésünk, könnyű gólokat tudtunk lőni. Na most ez minden hiányzott a másik fél időbe, amit el szerettünk volna kerülni, hogy magunkra hozzuk az ellenfelet nagyon gyorsan, hát ezt megoldottuk pillanatok alatt. Tehát tulajdonképpen az volt a baj, amit megbeszéltünk fél időben az öltözőben, az minden hibát elkövetünk, amit el lehetett követni. Amit kértem, csak azokat követtünk, tehát egyszerűen katasztrofálisan kézzel labdáztunk. Az első fél időben a másik oldalon volt több jobb védés, bravúrok. A második fél időben nálunk, én azt gondolom, a gólokat az első fél időben nehezen szültük, illetve a Grigorjev az elején ő húzta a csapatot, utána egy picit a többiek tőle várták. Második fél időben úgy érzem, hogy kollektívak voltunk, és ebből egy folyamatosabb támadó játéket. Úgy gondolom, a védekezésünk feljavulásának ez volt az egyik záloga, hogy azok a könnyű gólok, a kontragólok, amik az első fél voltak, azt a másikban nem tudták elkerülni. Följavult a Balázs is emögött, a védelem mögött, és én úgy gondolom, hogy a végén, a végjátékban, a szűkebb értelemben végjátékban mi jöttünk bele, kedvező pozícióban, neki kellett kockáztatni, és ilyenkor az szokott lenni, hogy szerencse forgandó, most úgy gondolom, hogy belünk volt, de nagyon sokat tettünk ezért. Az MKC 6 ponttal az 5. helyen áll a 8 csapatos alsóházban. Csapatunk legközelebb az Orosházát látja vendégül Mezőkövesden. A bajnoki találkozó március 25-én pénteken 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban.